Köszöntöm Önöket, ez már a sportműsor a Pécs TV-n. Itt a tavasz, úgyhogy kimerészkedünk a szabadba. A mai műsorban a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság nyitó napjáról jelentkezünk, a PVSK Verseny utcai műfüves pályájáról. Felkészültek? Akkor rajt! Hat éve a Pécsi Sport Non-Profi ZRT szervezi a Pécsi Városi Kispályás Bajnokságot, és azon belül is ugye ez az én feladatom lett, amit nagy örömmel és lelkesedéssel csinálok még a mai napig is. Itt Pécset a kispályás foci milyen múltra tekint vissza, korábbra, mint hat év? Hát ez most nehéz kérdés, mert a 90-es évek elején még én is játszottam ugyanitt, csak ott elől a salakpályán. Tehát én azt gondolom, hogy olyan a 60-as évek közepe óta van a Városi Kispályás Bajnokság. Milyen utat járt be azóta? Hát volt jobb időszaka is, volt rosszabb is. Azt gondolom, most már évek óta mi stagnálunk ezzel a 44 csapattal, ami most van. Sajnos olyan tendencia volt az elmúlt időszakban, hogy fogytak a kispályás csapatok, de ugyanez elmondható a nagypályás csapatokról is, ugye, és ahogy hallom és követem azt is, nincs fiatal, nincs aki futballozzon, és ez érint mindenkit, nyilván minket is, mert ez jön így lefelé, és így ez érint a Városi Kispályás Bajnokságot, de az elmúlt időszakhoz képest az idei év az első, hogy ha ugyan egy csapattal is, de nőtt a létszám. Ez szomorú ez a tendencia, minek köszönhető ez szerinted? Hát a fiatalok más irányba mennek már. Szabad idejükben már nem igazán szeretnek futballozni, nincs az az elhivatottság, hanem inkább elmennek, barátnőznek, számítógépeznek, iPodoznak, ahelyett, hogy lejönnének futballozni. Mit tesztek azért, hogy egyre több és több csapat legyen évről évre? Idén meghirdettük az egyetemistáknál mindenféle ugye ilyen médián keresztül, közösségi oldalakon keresztül, és mint itt a mostani csapat, akik befejezték, ők is az egyetem körül jöttek, tehát megpróbálunk mi mindent, mindenhova elmegyünk, csak az egyetem is szervez bajnokságot, onnan nehéz elragadni, meg hát azért valljuk be, azért az egész sokkal, de sokkal még otthonosabb lenne, hogyha ha egy saját pályán tudnánk ezt rendezni, mondjuk a Várkőibe. Három csapatunk van, és itt a legfelső osztályt egy kicsit átszerveztük úgy, hogy a legfelső osztályt, meg az első osztályt összemostuk. Ezt most egy kicsit idézőjelbe teszem. Kiemeltünk az elitligából négy csapatot, akik az elmúlt évek során a legjobb teljesítmény nyújtottak, azt betettük egy kalapba, az alsó négy csapatot, mert ugye idén csak 8 csapat indult volna ott, és akkor már foghias lett volna a bajnokság. A másik négy csapatot egy másik kalapba tettük, az első osztályból a jobb négy csapatot szintén kalapba, és így kijött nekünk 5 kalap. És onnan húztunk kettesével csapatokat az egyik csoportba, másik csoportba, egyik csoportba, másik csoportba, és így kialakult aránylag két azonos csapat, de az egyikbe 11, a másikba 12. Így lemegy egy teljes kör. Itt mindenki egymással játszik, de csak egy meccset, ez 11 forduló. Akkor szétszedjük őket, a felső hatot összerakjuk, az alsó hatot összerakjuk, ugye a felső hatból lesz egy elitliga, az alsó hatból lesz az első osztály, mind a két osztály győztesét külön-külön díjazzuk, de aki az elitligát megnyeri, az nyilván többet kap, de ott is már csak azok játszanak egymással, tehát az a hat, aki jött és hozta a pontjait, azok már egymással nem játszanak, csak a másik csoport hatjával, ugyanúgy az alsó osztályban is. Tehát így azért lesz érdekesebb a bajnokság, mert nem játszik kétszer-háromszor ugyanazzal a csapattal, hanem minden csapattal csak egyszer játszik. Nem sokára visszatérünk ide a Kispályás Labdarúgó Bajnokság helyszínére, előtte azonban jöjjön a hét meccse rovatunk. Nagyon fontos mérkőzést nyert meg a hétvégén a PVSK Veolia férfi kosárlabda csapata. Az ellenfél a Deac gárdája volt. A pécsiek már 20 ponttal is vezettek, de maradtak izgalmak a végére is. Két fordulóval az alapszakasz zárása előtt a férfi kosárlabda bajnokságban a PVSK Veolia a Deac gárdájával találkozott a Lauberdezső sportcsarnokban. A két csapattal együtt összesen 5 együttes hajt még a tabella 5. helyére. Az első negyedben nem nagyon foglalkoztak a védekezéssel a felek, ebben az etapban 52 pontot szórtak a csapatok 29-23 arányban.
A folytatásban sem változott a játék képe, sőt, tovább növelte előnyét a Pécs. A félidőben már 11 pont volt közte. A harmadik negyedben eldőlni látszott a találkozó, amikor 20 pontra növelte előnyét a PVSK, de a vendégek nem adták fel, visszakapaszkodtak mínusz 12-re. A záró játék részben jöttek az igazi izgalmak, a Debrecen dobta a hármasokat, mi pedig sorra hagytuk ki a büntetőket, 6 pontra is feljött a Deac. A legvégén azonban helyén volt a pécsi szív, és ha nem is könnyen, de 93-89-re hozta a mérkőzést Csirke Ferenc alakulata. Most úgy gondolom, hogy nem a szokásos, hogy mindig a védekezésünkkel szoktuk megnyerni a mérkőzéseket, hanem most inkább a támadásunkkal nyertük meg. Viszont ezt tényleg nem engedhetjük meg majd magunknak a következő meccsen, hogy ennyi pontot kapjunk. A találkozót követő sajtótájékoztatón Csirke Ferenc már inkább előre tekintett. Az alapszakasz zárófordulójában Zalaegerszegre utazik a csapat. Most megteremtettünk úgy magunknak az esélyt, hogy tényleg még versenyben vagyunk, úgyhogy fel fogunk becsülettel készülni erre az utolsó mérkőzésre, és megpróbáljuk kiarcolni egy győzelmet, és mellette szurkolni az albakonnak. Az Zalaegerszeg elleni találkozó szombaton este 6 órakor kezdődik. Megmondom őszintén, akivel most játszottunk, ők teljesen új csapat, de kellemes meglepetés volt, mert jól játszottak, védekeztek, helyzetük is volt, de mindenkinek hál' Isten sikerült kihasználni a helyzeteket, és hogy megnyertük a mérkőzést. Régi motorosoknak vagytok mondhatók itt a kispályás fociban? Igen, hány éve is 2016-ban kezdtük, harmadosztályban, és akkor szép fokozatosan bejöttük a bajnokságot, és feljutottunk a Szuperligába. Miért kezdtétek el annó? Hát ez egy ilyen baráti összejövetel kapcsán dőlt el, igaz? Így van. Hárman döntötték el, én pont nem voltam benne, és ezáltal indultunk el. Tehát egy baráti társaságról van szó. Így van. A sógorommal, aki ott ül, ott ő a csapatvezető, és ő vele beszéltük meg, mert legelőször az Omertában játszottunk, és akkor onnan kiváltunk, és akkor ő megalapítottuk ezt, tehát sógor, barát és rokon, unokatestvér, így kezdtük, és akkor csatlakoztak hozzánk további játékosok, akiket így ismertünk a nagypályáról, kispályáról. Utóbbi években mekkora volt a fluktuáció? Mentek is tavaly is, akik közben visszajöttek. Hát most elég sokan vagyunk a csapatban, 12-en, vagy akár... 13-14, de ahogy a csapat magja az megmaradt. Igen. Nektek milyen focis múltatok van? Hát én a góliádba kezdtem, akkor elsős voltam, akkor utána PVSK-ba játszottam, aztán utána akkor abba kellett hagynom, mert tanulás miatt, és akkor utána nagypályát azt Magyar Széken, utána Bicsérd, és akkor utána jött a család, és akkor abba hagytam, úgyhogy már csak kispályázok. Hogy bírja a család? Hát bírja, kénytelen. Kénytelenek bírni, mert mondta, hogy nekem az egy szenvedélyem van, a horgászaton kívül, és a meg a Ferencváros, persze az első, de a futball, és így elített, hogy azt mondja, tehát mondja is, hogy sportoljak, meg nem beszél róla, hogy ne folytassam. Nehéz, mert nálunk is egy újszülött, nálunk is egy újszülött, 3 hónaposak, de mégis támogattak minket benne. Miért jó ez a városi kispályás labdarúgó bajnokság, srácok? Összejövünk, mint barátok, van cél, amiért lehet küzdeni, ennyi. Ezt tudnánk így elmondani. Azért hallom néha, hogy itt a szájkarate, ez mennyire komoly. Hát az szokott lenni. Az szerintem az a futballhoz hozzátartozik. Szerintem, mert anélkül nem foci a foci szerintem, mert az kell szerintem. Mai nap a nyitónap, meddig tartanak a küzdelmek? Este 9 óráig, tehát ahol a 12 csapat van, ott elkezdtük már 16:30, most 17:30-kor kezdődik a második pályán, ott ugye csak 5 mérkőzés lesz, mert ott egy csapat mindig szabadnapos, és az egész bajnokság az körülbelül október végéig tart, ha jól számolom, és az időjárás kegyes lesz hozzá. Arról még néhány szót, hogy milyen a hangulat általában egy ilyen napnak, egy ilyen versenynapnak? Hát most ugye látjátok, hogy csak egyelőre még 4 csapat van lent,
de én azt gondolom, hogy nagyon jó a hangulat, egyre jobb a közeg, teljesen családias, tehát érzem ezt abból is, hogy már egyre kevesebb a fegyelmezetlenség, a kirívó eset, és főleg az 50 plusz, ami szerdai napokon van a Várkői stadionban, és a fiatalabb öreg fiúk, akik már idéntől 36 éves kortól játszhatnak ott, ugye itt is levittük a kor határt egy évvel, hogy ne találtának, aki úgy gondolja, akkor jöjjön lejátszani, tehát ebben is próbáltunk kedvezni, hogy több csapat legyen, az csütörtökönként van. Én azt gondolom, hogy ott nagyon jó családias hangulat van, büfé, és sokan lejönnek párral. Tehát ott ez már egy igazi kikapcsolódás, egy igazi nap. Maradunk a folytatásban és a focinál, végre megtört a jég a PMFC-nél, ugyanis a tavaszi szezonban először hagyta el győztesen a pályát a piros-fekete alakulat. Az MB3-as labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában Makón lépett pályára a PMFC. A találkozó igapécsi együttesnek nem sikerült még győznie a tavaszi szezon során. A mérkőzés első fél idejében nagyon nyomott a Pécs, de csak helyzetekig jutott a baranyai gárda. A gól nélküli első félidőt követően az 52. percben Geiger Norbert szögletét a rövidnél Valkovszki Péter csúsztatta meg, a labda pedig a hazai háló hosszú felébe hullott. A találkozó végéhez járva azonban jött a hideg zuhony a mecsekaljaiak számára, a házigazdák ugyanis a 90. percben Molnár Csongor büntetőjével egyenlítettek. A piros-feketék azonban nem estek össze a bekapott góltól, és a hajrában óriásit küzdve sikerült ismét visszavennünk a vezetést. A 92. percben egy bedobást követően megcsúsztatott labda Koller Krisztián elé került, akinek remek góljának köszönhetően végül nagyon fontos idegenbeli győzelmet arattak a pécsiek. A mérkőzés, amiről nehéz higgadtan és megfontolta nyilatkozni, borzasztó hektikus volt a találkozó, úgy gondoltam, amit eltervezünk, ülni fog, és ezt valójában meg is valósították a srácok, hogy kicsit higgadtabbak, nyugodtabbak vagyunk, rengeteg olyan játékhelyzet volt, játéki szituáció, amiből már megszerezhettük volna a vezetést. Ez nem így alakult, de mentünk csináltuk, ennek meg lett a gyümölcse. A problémát abban láttam, hogy nem tudtuk rárugni a másodikat. Rengeteg olyan helyzetünk volt utána, amivel úgy gondolom lezárattuk volna a mérkőzést, ez nem sikerült, és ismét rászállt a csapatra az a fajta görcs, az a fajta mindenáron nyerni akarás, ami borzasztó szituációban összehozunk egy 11-est gyermetek hibából, és már veszni látszott a 3 pont, de óriási előről tettek tanulmányosságokban a srácok, és utolsó pillanatban el tudtuk vinni ezt az értékes 3 pontot. Számunkra minden egyes pont értékes, megdolgoztunk ilyet, az biztos. Jövőben ez nem ad erőt, akkor én még gondolom, hogy semmi. A PMFC-re a következő fordulóban egy megyei derbi vár, vasárnap délután 4-től a Szent Lőrinc gárdáját fogadjuk. Sajnos 2-1-es vereséggel kezdtük a bajnokságot. Igazából szerintem egy X-ben mellett volna simán, de 3 kapufát rúgtunk, és így sajnos alul maradtunk. Mióta játszottok ebben a bajnokságban? Most ebbe a felállásba, ebből a csapattal a 3. évben. 2 évben megnyertük az első osztályt, tavaly a Szuperligába próbálkoztunk, az kevésbé volt sikeres, idén meg újra megmérkőzünk. Miért jó ez a város, a Kispest labdarúgó bajnokság? Hát mégis amatőr szintű játék folyik, kiegyenlített mérkőzések, a körülmények teljesen rendben vannak, és mégis van versenyszellem. Azért látom, elég keményen nyomjátok néha, tehát megy az adok-kapok rendesen. Hát ez ilyen a fociban, ez elkerülhetetlen sajnos. Utána azért szent a béke? Természetesen, ezzel semmi gond nincsen. Milyen céljaitok vannak idén? A bajnokság megnyerése. Csak ez jöhet szóval? Hát nem, a dobogó is jó lesz. Hát ugyebár kialakul majd egy alsó-felső háza végén, nyilván vannak csapatok, akik kiemelkednek a mezőnyből, és mi majd megtaláljuk meg a helyünket. Reméljük a felső házba, mert ezek majd mind adódik. Van egy szponzorotok, vagy mindjárt ennél a cégnél dolgoztok? A szponzorunk egybe a cég is, mindannyian az ITS-a szervizet játszunk, és ott is dolgozunk, és ők állják nekünk ezt a versenyt, meg további bajnokságokat, kupákat is. Meccs után mindenki irány haza, vagy azért beültök valahova? Hát most irány haza. Ilyen összejöveteleket szoktunk szervezni, csapatösszetartókat, különböző céges rendezvényeken is összeáll azért a bajnok csapat, vagy a csapat attól függ, és igen, összetartó brigád vagyunk. Hogy készültök?
erre a bajnokságra? Minden hétfőn amúgy is együtt fociztunk, egy része a csapatnak csütörtök este Mislányba focizunk együtt, és igazából ennyi. Szóval különös felkészülése nincsen. Az első mérkőzés nem úgy sikerült, ahogy elterveztük, tehát nem vagyunk még kellőképpen összeszokva, de reméljük, hogy jobb lesz. Tehát igyekszünk, jövő héten is mérkőzés van, és remélem, hogy lesz már csere, mert úgy látom, hogy a csapatnak igencsak szüksége van rá, hogy néha tudjunk egyet-egyet cserélni. Hogyan készültetek erre a sorozatra? Hát megmondom őszintén, annyira nem készültünk. Tavaly is indultunk, ugyanígy létszámhiánnyal küszködtünk, azért próbáltunk össze-összejárogatni a tél folyamán. Hol összejött, hol nem, nyilván alakulunk folyamatosan szerintem. Tehát ez még nem volt az igazi, de úgy látom, hogy azért van potenciál a csapatban, és egy-két komolyabb játékos még érkezni fog, úgyhogy illetve most nem tudtak eljönni különböző munka problémák miatt, vagy betegség miatt, úgyhogy nem igazolunk már a csapat tagjai, de még most még nem voltak itt, úgyhogy még erősödünk valószínűleg. Ti mindannyian kollégák vagytok, vagy baráti társaság? Nem, ez vegyesen. Baráti társaság, kollégák, régi futbolista társak, pörzs vendégek akár, tehát tulajdonképpen mindenkit szívesen látunk, akit ismerünk, és egy-két foci után már összeszokva gyakorlatilag csinálhatjuk a dolgunkat. Mióta létezik a csapat ebben a formában? Ez lesz a harmadik szezonunk. Az első évben negyedikek lettünk az első osztályban, tavaly hátrébb végeztünk, ugye alsó-felsőház volt, hogy jól emlékszem, 9-ek lettünk, 8-ak, 9-ek. Nagyon elfogytunk a végére, az az igazság, és ezért volt, hogy nem is tudtunk kiállni. Milyen célokat tűztetek ki idénre? Hát idén egy nagyon komoly gólkirályjelöltet igazoltunk Svejer Csaba személyében, úgyhogy a cél mindenképpen a felsőház, a rájátszás, és ott pedig szeretnénk érmet nyerni. Hamarosan folytatódnak a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság küzdelmei, előtt azonban nézzenek meg egy tudósítást arról, hogy a hétvégén 44. alkalommal rendezték meg a Delfin Kupa úszóversenyt. A Delfinkupán 6-tól 12 éves korig indulhattak a gyerekek, akiket szüleik, edzőik, felkészítőik kísértek el a bajnokságra. A versenyzőkkel érkező szakemberek fontosnak tartják a sikereket, viszont elsődleges céljuk, hogy mindenki megpróbálja kihozni magából a legtöbbet, és ezzel egyidejűleg fejlődjön. Én nagyon jól együtt tudok működni a gyerekekkel, a felkészülés azt gondolom, hogy jól halad. Szerencsére vannak olyan úszói mindig, akik azt gondolom, hogy későbbiekben esetleg eredményes, nagyobb vagy esetleg felnőtt korú úszókká válhatnak majd. A verseny elsődleges célja az előkelő helyezésekért járó jutalmak kiosztása volt, de emellett a szervezők azt is fontosnak tartották, hogy minden induló pozitív élményekkel gazdagodva zárja a napot. Hivatalosan 25 méter táv nincsen versenyen, itt a gyerekeknek 25 méter van kiírva. Ez az a táv, amit még szépen fönn tudnak tartani szabályos úszással, és itt inkább az a lényeg nem is az idő, hanem hogy helyes technikával le tudjanak úszni 25 métert, és ez már egy siker. A Delfinkupán 16 egyesület csaknem 200 úszója vett részt. A rendezvény egyben a Magyar Úszószövetség vizsgaversenye is a Dél-Dunántúli régióban. A Delfinkupán induló és a távot teljesítő fiatalok megszerezhették a versenyzői jogosítványukat. Mennyire fegyelmezettek a játékosok egy-egy ilyen meccsen? Én, ahogy az előbb is céloztam rá, egyre jobb. Egyre fegyelmezettebbek, mert sikerült tavaly előtt és tavaly is olyan fegyelmi határozatokat hozni, ami azért azt gondolom, hogy mindenki számára, aki szeret futball, azért nyilván az elrettető legyen. Hosszú idejű eltiltásokat hoztunk, de azt is el kell mondanom, hogy például most a nevezés során fölhívott az egyik csapat vezetője, hogy XY játékos annyira visszajönne már, mert 2 éve eltiltottuk, és akkor mondtam neki, hogy hát rendben van, jöhet, de ha még egyszer olyat követel, akkor a PSN ZRT által szervezett bajnokságban soha többé nem szerepelhet, és mindent megígér. Tehát azért látszik, hogy szeretnének futballozni, meg jönnek, de azért azt mindenképpen hangsúlyozom, hogy elejét veszük az ilyen elitenseknek, az ilyen nem sportpályára való cselekedeteknek, és hál' Istennek ebből nincs jó. Milyen esetek szoktak előfordulni, milyen kirívó esetek vannak?
Hát igazából ezt azért nem szeretnék erről beszélni, mert hát itt ezek után valakinek eszébe jutna, de volt már tetlegesség is, tehát maradjunk ennyire. Mármint két játékos egymással veszett össze ennyire, vagy Sporival? Inkább a Sporival, igen. Igen, tehát és ez nekem amúgy is szívügyem, és itt hoztuk a két éves eltiltást. Kik vezetik a mérkőzést egyébként, ha már itt tartunk? Hát aki a hátsó pályát fogja most kezdeni, ő neki komoly karrier van mögötte, mert volt országos játékvezető, NB1-es várományos volt, ő a Szőke Gábor. A másik is idősebb kolléga, de ő nem olyan régen kezdte, mert ő nagyon sokáig futballozott. Úgyhogy hát általában volt futballmúlttal és játékvezetői vizsgával rendelkező kollégákat tudok ide csápítani. Ugye itt sem népszerű, ugye a régebbi fegyelmezetlenségek miatt, de most már hál' Istennek ezzel sincs gond, és jönnek a játékvezetők is. Kezdjük a legfontosabban, hogy alakult az előbbi mérkőzésetek? Hát hál' Istennek jól, most kezdésnek milyen sikerült 4-2-re nyerni, egy ilyen viszonylag könnyedebb mérkőzés, pont jó időben, jókor rúgtuk a gólokat, kicsit a nap is segített az első fél időben, szegény kapusnak szemébe sütött, és akkor meg tudtuk mindjárt kezdeni a gólgyártás, és utána meg szinte minden bepattant rólam. De hál' Istennek jól játszottunk, kicsit könnyedebb ellenfél volt, úgyhogy sikerült az első behúzni. Mert hogy hány gólt is szereztél? Hát, hogyha az öngólt is rám írták, akkor így 4-et, de egyébként 3-at klasszikusat, és akkor az öngól meg volt egy öngól, amit én adtam be, de az is szerénységemről, ugye róluk bepattant. Vártatok már a bajnokság indulását? Igen, már szeretünk itt játszani, bár a körülmények most egy picit jobbak lettek, bár ez a felfestés most jobb, mint volt mondjuk tavaly, bár nem tudom, hogy villanyfényben mennyire fog látszani, mert itt a fényerővel voltak némi gondok így az éjszakában. Reméljük, hogy ebbe is történt előrelépés, majd meglátjuk. Mesélj picit a csapatodról, mióta vesztek részt ebben a bajnoki sorozatban? Hú, már nagyon régen, én körülbelül 17 éve vagyok ennek a csapatnak a tagja, de a csapat, a Dozsó Ese, az már még annál is régebbről datálódik. Tehát egy öreg motoros van, a énekes Tibor barátom, ő tudna esetleg a csapat múltjáról, történelmi mesélni. Mondom, én csak 17 éve játszok itt, úgyhogy... De azóta mindig része, hol a Salakoson, ott a túlsó bőrgyárpályán van, és utána ugye amikor itt van, akkor itt. Illetve hát ugye itt még a régi Salakos kispályán is volt még. Kikből áll most a csapat akkor? Hát ilyen kollégákból, barátokból, tehát ez a mag nagyjából együtt van körülbelül 10 éve, mondhatni, és akkor mindig jönnek egy-két fiatalabb korosztálya, 30 alatt így, vagy a valakinek már a fia is itt játszik. Hogy volt, aki kiöregedett már, a fia, azt bevették a csapatba, bejött. És hát van ilyen fiatalitás is van, a páru fiúra számoltatni a csapatmez. Hogy edzetek hétről hétre? Van egyáltalán ilyen edzés? Nincs. Egy pára játszunk ilyen nagypályás bajnokságokban, illetve ilyen amatőrbe, megyei szinten, illetve én vasárnaponként még hozzám is nem van, egy ilyen műfős bajnokságot szoktam játszani. Ennyi. Igazából nem edzünk. Pár, kette, hárman vannak nagypályán, akik részt vesznek, ott annyi az edzés, a többiek pedig, amit tud. Mellette még egy-két foci van, úgy tudom, a fiúknak így teremben, vagy épp nyári időszakban, akkor kinti terepen. Mi a legjobb ebben a kispályás fociban, hogyha már 17 évet csinálod, akkor valaminek nagyon jónak kell lenni benne? Én szeretem a focit, tehát edzősködök is hébe-hóba, játékvezető is vagy nagypályán, tehát nem tudom, én imádom, én szeretek. Nekem mindegy, esik vagy fúj, vagy... Én örömmel jövök, ha tudok, és részt veszek. Amíg boldoggá tesz, vagy örömetlenem, addig csinálom, ha már úgy érzem, hogy nem megy, vagy teljesen tényleg nem, nincs semmi örömem benne, akkor én abba hagyom. De mondom, a többiek is ugyanígy vannak vele. Néhány perc múlva visszatérünk ide a PVSK műfüves pályájára, ahol a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság nyitónapját rendezik. Előtte azonban egy tudósítás arról, hogy szombaton délelőtt duatlon versenyt rendeztek Pécsett. Egy helyben ugyan, mégis 20 kilométert kellett tekerniük, majd 2 kilométert futniuk azoknak a bevállalós csapatoknak, akik jelentkeztek a Fitbike Ese által meghirdetett duatlon versenyre. Nagyon érdekes verseny, szinte csak mi csináljuk az egész országban. Ez a spinning kerékpárt kombináljuk a futással, vagy erre mondom, a duatlont próbáljuk behozni a keretek közé, hogy a fedett pályán tudjuk megcsinálni ezt az egészet. Ugye az általában télen szokott történni, márciusban ilyenkor rossz idő szokott lenni, most azért kivételes eset, hogy 20 fok van kint, de általában, hogy ez rossz idő van, akkor bent tekerünk a spinning kerékpáron. A verseny iránt akkora volt az érdeklődés, hogy több futamot kellett meghirdetni, így a felnőttek mellett a gyerekek is kipróbálhatták, mire képesek.
A szervezők szerint ez a verseny azért is jó, mert a rövidebb szakaszok miatt azoknak is sikerélményük lehet, akik nincsenek olyan edzettségi szinten, hogy hosszabb távon eredményeket tudjanak elérni. Ennek ellenére a kertvárosi versenyen részt vett Mindum Károly is, aki a világ legjobb ultratriatlonistái között szerepel. A versenyen a legtöbben a szórakozás és kikapcsolódás miatt indultak. Régóta spinningelünk, én triatlonozom, duatlonozom, tehát ez itt a téridőszak végén egy kiváló verseny, meg hát az egyesületek tagja vagyok, akik a főszervezők, a Fitbike Egyesületnek. Meg egy jó verseny, jó hangulat, tehát minden, ami az embernek kell. A leggyorsabb csapatok a 20 kilométeres tekerést és a 2 kilométeres futást kicsivel több mint 30 perc alatt teljesítették. Hogy alakult az előző találkozó, mi lett a vége? Azt hiszem 4-0 lett a vége, vagy 5-0. Hát egy kicsit idén elejé volt a forma, olajozatlan volt a társaság, meg a mozgás, de elég kevesen is jöttünk össze, talán egy picit korai volt ez az idei kezdet. Azt hiszem 1-2 héttel később szokott az egész kezdődni, ráadásul ez a 6 órai kicsit korai kezdés, akik dolgoztak, azok közül pára nem értek ide, úgyhogy csere nélkül kellett végigjátszunk a mérkőzést. Mit lehet tudni a csapatotokról? Hát igazándiból most már szerintem ilyen 5 éve játszunk együtt így ebbe a bajnokságba, változatlan formációba. Régebb óta ismerjük egymást, egy jó baráti társaság. Amúgy a holt időszakban is heti egyszer-kétszer együtt futballozunk, úgyhogy most már kezdünk azért kiöregedni, ez látszik itt a fiatalokkal már nehéz futni. Ezt éreztétek is a pályán? Talán most még a rutin meg az évek segítettek ebbe a dologba. Ezért olyan nagyon nem változik annyit a társaság összetétele. Most következő csapat, velük rendszeresen játszunk együtt, ők is azt gondolom, most már egy 10-15 éve változatlan formációban vannak itt. Konkrét taktikával érkeztek egy-egy mérkőzésre, nem, vagy lesz, ami lesz alapon? Nem, hát azért nyilván megvan a felállás, megvan mindenkinek a posztja, aztán ott hoki jelleggel, ahol éppen összejövünk, úgy próbálunk játszani. Ezért kispályás futballban annyira kötött pozíciók nincsenek. Mi volt pedig a legjobb eredményetek? 2 éve is, meg 4 éve is megnyertük. A tavalyi év az egy kicsit felemásra sikerült, ott a dobogóra se értünk föl, de azért általában az első 3-ba szoktuk magunkat várni, és ez sikerül is elérni. Itt a tűzi játékvilággal szoktunk általában nagy versenyben lenni az első helyért, de hát jönnek a fiatalabb csapatok, úgyhogy szerintem évről évre egyre nehezebb lesz így 40 évhez közel most már fölvenni a versenyt. Milyen egy ilyen napnak a hangulat, amiért szerettek ide járni? Hát, mint mondtam, baráti társaság. Nyilván így a hét elején egy kicsit együtt mozgunk, egy picit beszélgetünk, de igazándiból ilyenkor azért nagy összejövetel nincsen. Évente azért egyszer-kétszer nyilvánvalóan teremtünk erre alkalmat, ha máskor nem, akkor a novemberi záró meeting alkalmával, hogy megiszunk egy-két pohár sört. Idei célok? Hát a dobogót azt azért mindenképp szeretnénk elérni, de azt gondolom, hogy az első 5-6 forduló után egyértelműen vázolhatjuk majd, hogy mik a hosszú távú céljaink a jövőre tekintve. Nekem 5 éve az az álmom, hogy ezt az egészet a Várkő stadionba vihetnénk, és ott egy nap lerendezni ezt az egészet. El tudod képzelni, akkor egy 600-700 ember egy hétfői vagy egy keddi napon ott van, és beszélget, és jól érzi magát, gólok vannak, hangulat, mint ami régen volt. Én ezt szeretném visszacsalni a pécsi tömegsportba, a pécsi öregfiúk futballjába, az amatőr labdarúgásba. Egészen késő estig tartanak a Városi Kispás labdarúgó bajnokság mérkőzései, a műsorunk azonban búcsúzik, ha korábbi adásainkat visszanéznék, akkor ezt megtehetik a Pécs TV YouTube csatornáján. Tartsanak velünk egy hét múlva is, minden jót, viszontlátásra!